Az ökoturizmus egyre inkább felértékelődött napjainkban, ezt a trendet pedig a szekszárdi VIP iskola is követi. A versenyre a csapatoknak egy olyan projektet, egy többnapos turisztikai csomagot kellett összeállítaniuk, amelyben hangsúlyosak a zöld értékek. Az ökoturizmus egyre népszerűbb, úgy gondoljuk, illetve ez egy olyan területe a turizmusnak, ami egyre inkább számít, amikor döntenek az utasok, akár belföldön, akár külföldön gondolkozunk, és magam is, de akár a zsűri tagjai is úgy látják, hogy a vendégek, az utasok, akár a szállásnál, akár az utazási eszköz választásánál, vagy akár a program választásánál most már egyre inkább törekednek arra, hogy fenntartható szálláshelyet választanak, utazási eszközt, vagy akár célterületen, és ezért hajlandóak is megfizetni az árát. Nyilván van ennek egy oka, egyrészt törekednek most már az átlag emberek is, illetve a magasabb jövedelműek is erre a dologra, hogy fenntartható módon éljenek, és így is nyaraljanak, üdüljenek, teleljenek. De a másik oka talán egy kicsit az is, hogy a lelkiismeretünket is próbáljuk így rendbe tenni. Mint azt a szervező elmondta, nem is annyira versenyez, sokkal inkább volt céljuk az, hogy a diákokban megfogantassák azt a gondolatot, hogy érdemes fenntartható módon árusítani hazánkat. Annyira újdonságokat, hogy nem tudunk róla, hogy volt már ilyen verseny valaha. Tavaly az iskolánk pályázott az ökoiskola címre, amit el is nyertünk. Úgyhogy már akkor megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy mi ezeket a úgymond fenntartható dolgokat nem csak a vendéglátás területén szeretnénk alkalmazni. Az iskolánkban már a szakmai tárgyakba be is vontuk az oktatási tematikánkba abszolút ezeket a mérvadó dolgokat, tehát abszolút a zöld úton haladunk. Eleve az új épületünk is, a Hunyadi VIP iskola már úgy készült el, hogy erre minden lehetőségünk meg is van. És szerettük volna ezt így a turizmusba is bevonni, és már akkor megfogalmazódott a gondolat bennünk turizmus oktató kollégákban, hogy valami versenyt, vagy valami szakmai napot létre kellene hozni. A bírák egyhangulag remek kezdeményezésnek tekintik a megmérettetést, mint megtudtuk, ténylegesen országos versenyről van szó, hiszen a Békés Csabáról, Budapestről, Kecskemétről és Pécsről is érkeztek versenyzők. Az első forduló 7 legjobb csapata mérte össze tudását és kreativitását a fináléban. Nekünk mindenképpen az lenne az egyik fő szempont, hogy tényleg maga a turizmus, és azon belül ez a ökoturizmus gondolata mennyire jellemzően, vagy mennyire hangsúlyosan jelenik meg, mennyire derül ki, hogy kit szólítanak meg, tehát hogy egyáltalán ki az, akit ide várunk, vagy azt gondoljuk, hogy érdekel, vagy érdekli a közönséget, és nyilván fontos az is, hogy mennyire újszerű dolgok vannak benne, hiszen azért legyünk őszinték, mint a hányan úgy vagyunk ezzel, hogy annyi információt kapunk, hogy azért ahhoz, hogy tényleg az ember elinduljon valamerre az országba, azért az ahhoz kell bizonyos vágyakat, ha úgy tetszik, felkorbácsolni. Úgyhogy ez mindenképpen, én azt hiszem, hogy a hallgatók is, vagy a diákok is nyernek azzal, hogy egyáltalán Szekszárddal, ezzel a környékkel kicsit mélyebben foglalkoznak. Ugye valójában a kiírás szerint egy 2-3 napos csomagot kellett, programcsomagot összeállítani, minél színesebben, minél újszerűbben természetesen, és a fő szempont az ugye az, hogy ez a kínálat ökoturisztikai szolgáltatásokat is tartalmazzon. Tehát nem csak nyilván a kulturális és mindenféle gasztronómia, és hát ugye ami megjelenik úgy egyáltalán egy térségben, az ott legyen, de hát nyilván azért a természeti környezet, kicsit a
szemléletformálás, ha úgy tetszik, azért az se árt. Első nap, 600 fő terén, az arra éppéren találkozunk a résztvevőkkel, a látrészék szegvényünket, vagy elektromos rolleinket, partnerentől, a street roll-tól. Rövid városnézés keretében megtekintjük elektromos eszközénken a garéteret, a bélateret és annak látnivalóit, valamint egy híres magyar költőnk Babits Mihály szülőházát. A túra lebonyolítását audiogáj segíti. A lányok Pécsről érkeztek, projektjükben egy 4 napos szexuális kikapcsolódást kínáltak. Nagyon érdekes volt, ugyanis lehetett velünk utazni földön, vízen és levegőben is. Ez azt jelenti, hogy utaztunk például biciklikkel, elektromos rollerekkel, szegvélyekkel, voltunk kenutúrán, hőlégballonoztunk is, kisvasút, minden volt, lovaskocsi is, úgyhogy nagyon érdekes és fenntartható programokkal elsősorban. Nagyon sokat készültünk rá, kb. Hónapokig készültünk erre. Minden nap átnéztünk, összegyűltünk, ötleteltünk együtt, hogy hogyan csinálhatnánk meg ezt a PPT-t, és mindenki tett bele mindent, szóval nem úgy volt, hogy csak egy valaki csinálja a dolgokat, hanem mindenki ötletelt, mindenkit meghallgattunk, és mindenkinek a kis ötlete is bele volt rakva, és ez szerintem látható is a PPT-n, mert nagyon színes és nagyon választékos lett. Szerintem nagyon jól sikerült, az elején nagyon izgultunk, mert hát először mi kezdtünk, mi indítottuk ezt az egészet, de végére nagyon belejöttünk. A lányok felkészítője csatlakozott azokhoz, akik örömmel fogadták a kezdeményezést. Amikor megkaptuk a kiértesítést, akkor ugye az első feladat egy plakát készítése volt, és hát azt is a lányokkal nagyon ügyesen, gyorsan összeraktuk, és akkor utána nagyon örültünk, hogy bekerültünk a második körbe, és hát sokat ötleteltünk nagyon, hogy hogyan, mivel tudnánk színessé tenni. Hát ami még nekünk egy picit hátrány, hogy ugye baranyaiak vagyunk, és Szekszárdot ismerjük, de annyira nagyon a környéket nem, úgyhogy azért elég sok időbe telt, hogy feltérképezzük, mit lehet csinálni, hogy lehet csinálni, és kitaláltunk egy ilyen nagyon kreatív, színes programot, ami remélem, hogy nem csak nekünk, hanem a közönségnek és a zsűrinek egyaránt tetszik majd. Én nagyon örülök annak, hogy a gyerekeket más szemszögből is segíti, hogy a turizmusban, ugye mi tanuljuk a mindennapokban a turizmust, és ezzel nem csak a kulturális részét láthatják, hanem a fenntartható és az ökoturisztikai részét, és hogy nekik is fontos, hogy rengeteg ötletet ők hoztak be a szőlőültetéstől kezdve a fenntartható ékszerekig, és én annyira örültem neki, mert tényleg szabadjára engedte a fantáziájukat, és ebben úgy gondolom, hogy teljesen sikerült kiteljesedniük, és ez azért jó, mert tényleg egy más szemszögből láthatnak a turizmusra. Az iskoláknak is egyértelműen lépést kell tartaniuk a trendekkel és változásokkal, fejlődésekkel. Úgy tűnik, az irány és a motiváció is adott ahhoz, hogy a jövő szakemberei kezében ténylegesen jó helyen legyen hazai turizmusunk sorsa.